komposztálás hulladékfa anyagok segítségével. Amint látjátok, nagyon egyszerűen drótokkal van összefogatva a már nem használt gerendák, oszlopok, ezekből meg tudjátok csinálni a saját kis komposztálótokat. Nagyon lényeges, hogy kapjon levegőt, tehát kell, hogy között elégések legyenek, és gyakorlatilag minden növényi hulladékot bele tudtok tenni a komposztba. Amint látjátok, a rothat alma, alma, héj, minden belekerülhet. Érdemes odafigyelni az arányokra, a zöld hulladék legyen benne körülbelül egy 40-50%-ban, vagy akár 60%-ban is, és az összes többi az pedig akár föld, vagy faágakat, bármit beletehettek. De nagyon fontos, hogy a zöld anyagtól fog beindulni a komposztálódás. Ha száraz az idő, akkor az is fontos, hogy locsoljátok a komposztot. Érdemes néha átforgatni is, így néhány hónap alatt komposztálódik a benne lévő hulladékanyag. Ha viszont nem, akkor másfél-két év szükséges ahhoz, hogy elkészüljön a komposztotok. Utána érdemes kiszórni a földre. Amint látjátok, ez nem a hagyományos komposztálós módszer itt a fát illetően, a keretet illetően. Ugye ezeket nútolni szokták és úgy szokták összerakni, ez pedig nagyon egyszerűen csak össze van drótozva, tehát tetszik ez a megoldás, mert gyakorlatilag semmiféle fúrás-faragást nem igényel.